Az első negyed kiegyenlített küzdelmet, szoros csatát hozott. A debreceniek kevés labdaeladással, gyors visszazárkózással megakadályozták, hogy az Ase rohanó stílusa érvényesüljön. Távoli, illetve középtávoli, általában pontos dobásaikkal nem hagyták leszakítani magukat a vendégek. A második negyed közepétől azonban megváltozott alapvetően a játékképe. Elmaradtak a besegítések a legjobb formába kosarazó Paksi amerikaira, Kuipersre. Szünet után sem változott a játékképe, a fehér medve játszó Ase nem az előny növelésére, hanem annak megtartására törekedett elsősorban. Visszavett valamelyest a rohanós stílusból, és hosszabb lefolyású támadás vezetések után a felállt védelem ellen kollektív játékban is megteremtette azokat a dobóhelyzeteket a Paksi csapat, amely után a meccs végéig uralva a játékot hozta a csapat az önbizalom növelő győzelmet. Amire az Albafehérvár otthonában elszenvedett vereség után szüksége is volt. Frissebbek voltunk, mint az utóbbi időszakban, és én legjobban örülök annaknak, hogy sok könnyű kosárdát sikerült megszerezni ilyen indításokból. Voltak jó pillanatok a felállt védelem ellen is, voltak ilyen egyéni megoldások is. Fontos volt az Alba elleni győzelmünkben, hogy az Alba elleni meccsünk után jól használtuk ki a rendelkezésünkre álló felkészülési időt a frissítésre. A játékunkon ez érződött, pörgősebben és pontosabban játszottunk. Nem voltak ezúttal nagy hullámvölgyek, értékelt a mezőny legjobb és egyben legeredményesebb játékosa, a 16 pontig jutó Kevin Kuipers. A Deac edzője és legjobb játékosa, a 16 pontot szerző Györgyevics a mérkőzés után elismerte, abból a taktikából, amit elterveztek, valami keveset tudtak megvalósítani ezen a meccsen. Jelzésértékű a csapat negatív teljesítményére, hogy a debreceni egyetemi csapat, amely egyébként remekül kezdte a bajnokságot, oda-haza az Asét is legyőzte, zsinorban a negyedik vereségét szenvedte el a Paksi csarnokban. Az Ase utolsó hazai meccsét ebben az évben december 30-án játsza, amikor a Zalaegerszeg lesz az éppen aktuális ellenfele.